Egyetemi székfoglaló Sárospatakon. Nyílt nap a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. Fontos a diákok jóléte Szerencsen. Köszöntöm a Globa Televízió nézőit, Zöldi Anikó Noémi vagyok. A gyógyító Tokaji címmel tartották meg november 19-én a Tokaj-hegyalja Egyetem székfoglaló előadását. Az intézményben már hagyománnyá vált, hogy olyan érdekes, tudományos előadásokat tartanak, amelyekkel tovább népszerűsítik többek között a borvidéket és az egyetem tevékenységeit. Ezúttal Nemesné dr. Kis Tímea, a Kulturális Örökség Tudományok tanszékvezetője beszélt a tokaji bor gyógyító hatásairól és a tokaji gyógyító földről. A gyógyító Tokaji címmel rendezték meg a Tokaj-hegyalja Egyetem székfoglaló előadását november 19-én Sárospatakon, az egyetem épületében. Már hagyománnyá vált, hogy általában havonta megrendezik a tudományos eseményt az egyetemen. Ezeken az alkalmakon az egyetem munkatársai érdekes, a szakterületükhöz kapcsolódó előadásokat tartanak, amelyekkel tovább népszerűsítik többek között a borvidéket és az egyetem tevékenységeit. Ezúttal Nemesné dr. Kis Tímea, a Kulturális Örökség Tudományos Tanszék vezetője, többek között a tokai bor gyógyhatásairól beszélt. Az előadás nagy részét nem ez fogja kitenni, hanem az aurum vegetabile, tehát a növényi arany, illetve a tokai bórusz előfordulása, megjelenése Tokaj hegyalján, illetve ennek a hazai és nemzetközi kora újkori interpretációja, ami mind hatással volt a tokai borok gyógyhatásának a jó hírének a növekedésére. Vagyis a növényi arany mellett a tokai gyógyító földről beszélt a tanszékvezető. A tokai bólusz egy olyan speciális föld, amelyet már az ókortól különböző mérgezések, járványok, betegségek, például a pestis ellen használtak sikeresen. A tanszékvezető többek között a múltból fennmaradó írásos emlékekkel is alátámasztotta előadását. A szakirodalomban számos helyen olvasható, hogy Johann Plátó von Zachstein volt az első szerző a 16. század második felében, aki felfedezte a tokai bólusznak a gyógyhatását, és sikerrel gyógyította bele a testét. A székfoglaló rendezvénysorozat előadásaira nem csak az egyetem munkatársait és diákjait várják. Mindenki számára nyitott ez az esemény, tehát akit érdekelnek a székfoglalók témái, azt nagy szeretettel várja az egyetem. Vegyen részt akár személyesen, akár online, közösségi médián keresztül is meghallgatható ez az előadás, illetve az összes előadás, illetve az egyetemi honlapra is fel fog kerülni, úgyhogy későbbi időpontban is visszanézhető. Az előadások a Tokaj-hegyalja Egyetem honlapjára is felkerülnek, hogy később is visszanézhetőek legyenek. Nyílt napot tartottak Miskolcon, a Miskolci Rendvédelmi Technikumban november 20-án. Az eseményre rengeteg középiskolás tanuló érkezett, hogy megismerhessék az intézmény által nyújtott lehetőségeket. A nyílt nap során először Béri Attila rendőrezredes igazgató úr köszöntötte a megjelenteket. Beszédjében kiemelte, hogy 1976 óta van rendőrképzés Miskolcon. A legnagyobb és a legjobban felszerelt rendőrképző intézmény a Miskolci Rendvédelmi Technikum, ahol az elmúlt évtizedekben több tízezer rendőrtiszt helyettest képeztek ki. Tanulóink oktatása, képzése és a képzési feltételek biztosítása érdekében közel 200 dolgozó tevékenykedik nap mint nap. Az oktatási helyszíneinket és módszereinket folyamatosan fejlesztjük, modernizáljuk, ezáltal egy nagyon gyakorlatorientált képzésben vehetnek részt azok a szerencsések, akik sikerrel esnek át a felvételi eljáráson. Béri Attila rendőrezredes igazgató úr köszöntője során hangsúlyozta, hogy kollégái már nagyon várták a mai napot, és változatos programokkal készültek az ide látogatóknak. 6 területi szerv, 10 szakterülete mutatkozott be a résztvevőknek. Beszédje során reményeit fejezte ki az igazgató úr, hogy a tanulók közül sokan fognak ide jelentkezni, és a rendőri hivatást választják életpályának. A rendvédelmi technikum két pályaválasztási napot, két nyílt napot tart minden évben, ebből a novemberi a nagyobb, de egyszer még januárban is fogunk majd tartani egy ilyen nyílt napot. Itt a rendőri szakmák, illetve a rendőri szakterületek tudnak bemutatkozni, illetve egy pályaindító tevékenység keretében mutatkoznak be a különböző területi szervek és az iskolánk. Minden középiskolából vártunk, de elsősorban a rendvédelmi technikumokból, illetve a rendvédelmi ágazati képzést végző iskolákból vártunk tanulókat.
15 helyszínre osztottuk szét ezt a népes érdeklődősereget, és a rendőri szakma különböző szakterületei, közrendvédelmi terület, közlekedés rendészeti terület, bűnügyi terület, lőki képzés, intézkedés, módszertan, és még számtalan területet fogunk bemutatni, egészen a tanulói szállásokig bezárulnak. Egyébként a legnagyobb rendőrképző intézmény vagyunk, legnagyobb tiszteletes képző intézmény vagyunk, a legjobb infrastruktúrával, felszereltséggel és a legjobb oktatókkal jöjjenek hozzánk. Béri Attila igazgató úr kifejtette, hogy az iskola elvégzése után mindenkinek biztos megélhetést, biztos szakmát és munkahelyet tud biztosítani a rendőrség. Ezt követően Görcsös Andrea főelőadó, felvételi ügyintéző részletesen ismertette a diákoknak a felvételi követelményeket és határidőket. Én most, amiről szeretnék önöknek tájékoztatást adni, az a technikus szintű rendőrtiszt helyettes szakmai oktatás, aminek ugye a jelentkezési feltételei szerintem úgy mindenki számára nagyjából tiszta, tehát egyrészt szükséges, hogy magyar állampolgársággal rendelkezzenek, 18 és 25 év közöttiek legyenek, cselekvőképesek, büntetlen előéletűek, állandó belföldi lakóhelyen rendelkezzenek, részt kell venni ugye a felvételi eljáráson, ami ugye egészségügyi, pszichológiai, fizikai alkalmassági vizsgálatot jelent, természetesen hozzá kell járulniuk a személyes adataik kezeléséhez nyilvántartásba történő megtekintésébe. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok már megtalálhatóak iskolánk honlapján, Miskolci Rendvédelmi Technikum, mrvt.hu, illetve a rendőrségnek most már van egy karrierportálja is, karrier.polisz.hu, ahol szintén megtalálhatóak a jelentkezéshez szükséges nyomtatványok. Ott mindenki megtalálja a honlapunkon tematikusan feltöltve, hogy mik szükségesek a jelentkezéshez. Végezetül az Országos Rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálat utánpótlás tervezési osztály kiemelt főelőadója ismertette az iskola elvégzése utáni lehetőségeket. A nap további részében a diákok betekintést nyerhettek a különböző szervek munkáiban, különböző szituációkat is megtekinthettek többek között a Borsoda-Bolyzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság kutyavezetői szolgálati kutyáikkal tartott előadásukat. A rendezvény nagy népszerűségnek örvendett a látogatók körében. Lelki egészségnapot tartottak Szerencsén a Rákóczi Vár Színház termében november 20-án. A program elsősorban az általános iskolás 7.-8. osztályos tanulóknak szólt, akik érdeklődve vettek részt a programokon. Második éve járják az országot, és több településről hívnak meg több iskolát egy adott helyszínre, ahol elsősorban a 7.-8. osztályos tanulókat szeretnék megszólítani különböző egészségmegelőző témákkal kapcsolatban. A rendezvény során a diákoknak lehetőségük van iskolai kereteken kívül megismerkedni olyan emberekkel, akik közelről ismerik az adott év témáját, ami nem volt más, mint a függőség. Függőség alatt nem csak a káros szenvedélyekre gondoltak a szervezők, hanem az olvasási függőségre, a tanulási függőségre, minden olyan tevékenységre, amely káros hatással lehet hosszú távon a fiatalokra. Ezeken a rendezvényeken szeretnék felhívni a fiatalok figyelmét arra, hogy nincsenek egyedül, és bátran forduljanak segítségért. Második éve járjuk az országot, és visszük el ezt a rendezvényt több iskolába, pontosabban több településre, és az adott településre mindig meghívunk több iskolát, a 7-es, 8-os korosztályt. Mindig olyan témákat választunk, amiről azt gondoljuk, hogy ezt a korosztályt, a mai fiatalokat foglalkoztatja. Ezek komoly témák, de a nap mégsem arról szól, hogy szomorúan távoznak, mert egy igazi élménynapot szeretnénk nekik nyújtani. A tavalyi évben az iskolai bántalmazás, a cyberbullying volt a fő téma. Ott is egy színházi előadást néztek meg a gyerekek, és ahhoz kapcsolódott egy feldolgozó beszélgetés. Az idei évben pedig a függőségek a fő téma, amiből ugye nagyon-nagyon sok van. Mindenki függ gyakorlatilag valamitől. Ez ebben a korosztályban pedig aztán végképp jellemző. Egymástól is eltanulják egyébként ezeket a függőségeket. Akár gondolunk a mobiltelefonra, de vannak olyan függőségek, amikről nem is gondoljuk, hogy negatív lehet az ő életükben. Ez lehet mondjuk egy tanulás függőség. Itt is most a jelenetek között előkerült az olvasás függőség, amiről azt gondolnak, hogy abszolút pozitív, de hogyha nagyon beszűkül a gyereknek az érdeklődési köre, akkor negatív is tud lenni. Mindegyik jelenet úgy épül fel itt a színházi előadásban, ez egy improvizatív színház, interaktív, tehát a gyerekek közbe tudnak szólni, ők rendelik meg gyakorlatilag az előadás elején a jelenteket, és akkor itt tényleg azokkal a témákkal tudnak találkozni, ami igazán érdekli őket. És hogy ne maradjanak válaszok nélkül, nem csak jeleneteket néznek meg, hanem van egy feldolgozó beszélgetés is, illetve a jelenetek között egy terápiás szakember válaszokat ad ezekre a függőségi jelenségekre.
Ezzel párhuzamosan pedig civil szervezetek standjai várják gyerekeket itt a nagyobb térben, akikkel meg tudnak ismerkedni, nekik is kérdéseket tudnak feltenni az adott témában, de egyébként itt vannak mindig például cserkészek, akik pedig például az online világra ellen tudnak egy offline jelenlétet is kínálni nekik. Abszolút azt látjuk, hogy nagyon nyitottak. Általában csendben végig is ülik az előadás, nem hosszú, egyébként egy pörgős előadásról van szó, és mi, miközben a szakemberek velük beszélgetnek, aztán az előadást követően a pedagógusokkal leszoktunk ülni, beszélgetni, és ők is azt mondják, ők ismerik a legjobban a saját gyermekeiket, hogy nagyon leköti őket, nagyon lekötötte most is a szerencsi gyerekeket az előadás, és vannak kérdéseik, abszolút bátran hozzászólnak, és bátran tesznek fel kérdéseket, ami a legfontosabb. Nagyon nehéz ugye a korosztályt belőni, mert 13-14 éves kor, ráadásul az klasszikusan olyan életszakasz, amikor hatalmas különbségek vannak a gyerekek között. Valaki 13 évesen még nagyon-nagyon gyerek, viszont valaki meg már szinte nyilván az adott környezettől is függ, hogy milyen családban vagy milyen környezetben nő, de már nagyon sok mindent látott és talán ki is próbált. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy azért ez a korosztály az, aki már találkozhat a jelentekben felsorolt függőségeknek a legtöbbjével, sajnos, és talán még ez egy olyan prevenciós időszak lehet, amikor ha megmutatjuk nekik, hogy milyen nehézségekkel találkozik, hogyha nem tud kiszállni egy függőségből, akkor még az hatással tud lenni rájuk. Az Itt és Most társulattal, ahogy kapcsolatban vagyunk, ők azt mondják, hogy abszolút ők látják ennek a hatását, ők nagyon-nagyon sok helyre mennek, és a szakemberüket meg is lehet találni későbbiekben is, és ő azt mondja, hogy szoktak is érkezni megkeresések, akár itt a helyszínen, és a későbbiekben, az elkövetkező hetekben, hónapokban ilyenkor megugrik a megkereséseknek a száma, és ezt tényleg aláhúznám és hangsúlyoznám, hogy ez a legfontosabb, hogy a gyerekek, a fiatalok tudják, hogy van kihez fordulni, és érdemes, mert ha magukban tartják a problémáikat és a kérdéseket, az egészen biztosan akár valami nagyobb bajhoz is vezethet. A rendezvényen az Itt és a Most társulat színházi előadásain vehettek részt a tanulók, ahol nagy érdeklődést mutattak az előadás során. A diákok a kérdéseikre válaszokat is kaptak a függőség témájában. Az előadások után több játékos feladat is várt rájuk, ahol ajándékokkal is készültek a számukra. Azt gondolom, hogy ez a mai nap ez nagyon-nagyon különleges volt, így ahogy a gyerekekkel beszélgettem, tényleg ők is ezt igazolták vissza. A tavalyi évben elindult egy sorozat, amely kifejezetten az általános iskolás korosztályban ugye a lelki egészséggel foglalkozik. Tavaly más témát ölelt fel ez a sorozat, idén megint egy másik témát, és ezzel kapcsolatban az utolsó állomás az itt szerencsén valósult meg. Hetedikesek és nyolcadikosak vettek részt a programon, több mint 200 fiatal, nyilván a szerencsi két általános iskolából, de a környékről is 6 iskolából összesen. És ez azért nagyon fontos, mert egyrészt van egy színdarab, amely a témát felkarolja, most a függőség témáját beszélték végig, és utána interaktív, mert maga a színdarab is, és át tudják beszélni a színdarabot utána. Úgyhogy ez egy ilyen különleges lehetőség a fiataloknak, hogy egyébként egy nagyon-nagyon nehéz témáról őszintén tudjanak beszélgetni. Úgyhogy én, akit megkérdeztem, mindenki azt mondta, hogy nagyon-nagyon érdekes volt. Különböző standokon is egyébként lehetett érdeklődni olyan kérdésekkel kapcsolatban, ami nekik teljesen természetes. Tehát nekem nagyon sokféle dolog az újdonság. Újdonság volt, ők ismerik ezeket a különböző tematikában elkészített standokat, hogy ott mit mutatnak be, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy vigyázzunk a gyermekeinkre, a fiatalokra, úgyhogy én tényleg nagyon hálás vagyok azért, hogy ez az utolsó helyszín itt szerencsén valósult meg, és bízom benne, hogy mindenki úgy tud majd hazamenni, hogy valami fontos üzenetet kapott, amit majd tovább tud vinni az életben. Azt gondolom, hogy ez minden térségben nagyon fontos, tehát itt szerencsén is, de máshol is. Igazából tényleg megváltozott a világ, tehát amikor még mi gyerekek voltunk, ennyiféle lehetőség nem volt, és akár az online tér az olyan különböző kérdéseket kinyitott, amivel foglalkozni kell, hiszen ők rengeteg információt kapnak. Nyilván, amikor mi gyerekek voltunk, akkor nagyon sokat kellett járnunk azért, hogy mondjuk egy adott kérdésben a legtöbb információt megszerezzük. Na most ők kinyitják úgymond az internetet, vagy az online felületeket megtekintik, és onnantól kezdve rengeteg információhoz jutnak, és ott bizony vannak olyan információk, amelyek
egészen biztosan kell, hogy óvatossággal legyenek megközelítve, és itt kell segíteni, azt gondolom. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a teljesen kinyitott és online térrel teli világban mi átbeszéljük velük ezeket a nehezebb kérdéseket is. Szerintem az mindig nagyon jó, hogyha szerencsén egy ilyen esemény van, hiszen azt gondolom, hogy szerencs egy iskolaváros, egy oktatási központ, igazgatási központ, egészségügyi központ, járásközpont, tehát mindenféle szempontból erősíti a regionális szerepét a városnak. És hát amikor itt a Szerencsi Várban bármilyen eseményt tudunk tartani, akkor szerintem azzal alapvetően a mi büszkeségünkre is felhívjuk a figyelmet, hiszen nyilván Szerencs egy nagyon-nagyon kiemelkedő történelmi város is. Úgyhogy én mindig is örülök annak, illetve a jövőben is támogatni fogom azt, hogy bármilyen ilyen lehetőség adódik, akkor itt a szerencsések, illetve a környékbeliek is részt tudjanak venni ezeken a programokon. A rendezvényen a tanulók nagyon sok hasznos információval gazdagodtak az interaktív program keretein belül. Az esemény egyik legfontosabb üzenete, hogy nincsenek egyedül és merjenek segítséget kérni. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint hétfőn derült, napos és borult tájak egyaránt lehetnek. Számottevő csapadék nem várható. A déli eszél nagy területeken megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyobb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +6 fok között alakul, de hóval borított tájakon jóval hidegebb is lehet. A maximum általában 7 és 13 fok között valószínű, de főként az északi középhegység tágabb térségében akár sokkal hidegebb is lehet. Másnap nagyrészt felhős időre számíthatunk, helyenként gyenge csapadék már nem zárható ki. A változó irányú szél helyenként megélénkül. A minimum hőmérséklet általában -1 és +6 fok között alakul, de a hóval borított tájakon jóval hidegebb is lehet. A maximum 0 és 10 fok között valószínű, északkeleten lesz hidegebb. Szerdán nagyrészt felhős idő valószínű, és a gyenge csapadék esélye is tovább növekszik. Az északnyugati szél megélénkül. A minimum hőmérséklet általában -1 és +5 fok között alakul, de a hóval borított tájakon hidegebb is lehet. A maximum 1 és 10 fok között valószínű. A héten fronthatás nem várható. Tisztelt nézőink, a Globa Televízió heti közéleti műsorát, a Globa magazint látták. Új adással legközelebb, december 1-én jelentkezünk. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43, telefonszámunk 47-es körzet, 361-156, e-mail címünk szerkesztőség@globatv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon, a globatv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!